Hordozható, újraélesztő gépet kapott az önkormányzattól a Szent Lőrinc telepi szakorvosi rendelő. Egy ilyen berendezés csaknem 1 millió forintba kerül. Remélem, hogy ez egy olyan beruházás lesz, ami hát igazából soha nem lesz használva, de hogyha mégis szükség van ezekre a készülékekre, akkor rendelkezésre álljon. Talán lehet, hogy éppen mögöttem hallatszik, hogy most próbálják ki a munkatársok. Ez egy olyan intelligens automata készülék, amit bármilyen laikus ember tud használni, hiszen abban a pillanatban, hogy ez használatba lép, egy gépi hang elmondja, hogy mit kell csinálni. A készülék önállóan elemzi a beteg szívműködését, EKG-t készít, és ezen adatokból javaslatokat ad a használójának a teendőkről. Azonnal hívja a mentők telefonszámát. Először tegye szabaddá a beteg mellkasát. Szükség esetén távolítsa el, vagy vágja le a betegről a ruházatot. Pesszent Lőrinc Pesszent Imrén eddig 4 ilyen újraélesztő gép volt kihelyezve. Az önkormányzat célja, hogy minden forgalmas helyen és orvosi rendelőben hozzáférhető legyen egy-egy ilyen készülék.